Sziasztok, ez itt a Gaming Dumping, és a VIP fű lesz a mai téma, ami egy brutálisan őrült témájú játék, tehát jelent meg Early Access-ben, és erősen haj az a Bioshock stílusára, csak azzal a különbséggel, hogy ott mindenki maszk volt, itt pedig mindenki ilyen kötelező jelleggel arcfesték van, de amúgy mindenki ugyanúgy meg van őrülve, egy ilyen alternatív Angliában játszódik a történet, ahol az egész társadalom drogokon él, kivéve minket, mert mi úgy döntöttünk, hogy felhagyunk a drogozásra, nem akarunk ilyen vakon boldogok lenni, emiatt viszont mindenki meg akar minket ölni, úgyhogy remélem, hogy egy ilyen nagyon király kis paranoiás élményben lesz részünk, de akkor vágjuk is bele magunkat, nézzük meg, hogy milyen az, amikor józanul próbálunk élni. Na. Szóval végezzük itt a kis mindennapi munkánkat, a... cenzurázunk? Valami cenzorok vagyunk, nem? Na jó, nézzük csak, szóval beolvasunk egy újságot valahonnan, van egy hír, azt meg tudjuk nézni. Oké, szóval, hogyha halljuk a hangokat, be kell venni a gyógyszert, ez ilyen egyszerű. És valami rossz emlékek törtek ránk. Úgy döntöttünk, hogy akkor azt mondjuk, hogy remember, emlékezünk, vagyis kiadjuk így a francba, menj innen. Na és akkor... Ez az újság hozta elő belőlünk a rosszat. Mi gyanítom, hogy mi leszünk Arthur, mert ugye a másik gyerek az újságban az a Percy. What have you been up to? No one's seen you for hours. Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Az véletlenül került oda. Tök véletlen. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Te az az enyém volt. Aha. Ez így zabálja a drogot, mint valami cukorkát. I'll get a new one. Ja, tökre szerzünk egyet. Kiszállok innen? Oké. Okay. Hát itt is van, ne viccelj. Oké. Okay. Akkor csak így beleteszem. Dolgozom tovább, no problem. Szerintem cenzurázzuk le. Nem árthat, mi elolvastuk, az a lényeg. Elfogadjuk-e a dokumentumot? Ez engem miért érdekel? Jó, szerintem menjünk rá a játék témára, ezt most tökre kihagyom, nem fogok itt végigolvasni egy ekkora szöveget. Elfogadjuk, menjen minden! Muszáj végigcsinálnom? Nem akarok dolgozni, játszani akarok. Oké, okay. És akkor ide felállni. Ja, ez az. Na, jó. Mehetünk, várunk egy pinyáta. Hit it! Én tökre megütöm. Jó van, nyugi gyerekek, jó. Jó, legyünk. Nyomjuk, gyerünk! Ez az. Oké, okay, az egy patkányfarok, már most látom. Jaj, hát ez volt az E3-on. Hát jaj de elhittem. You are off your joy. Take one of mine. Mi van? Nem. Nem, ez félreértés. Oké. Tökre lebuktunk, hogy nem akarunk drogozni. Oké, okay, akkor az lesz, hogy... Nem, hagyjatok! Jól el vagyok! Jaj! Sziasztok! Én erre jövök. Ja. Oké. Ja. Akkor lehet, hogy... Oké, akkor ez így nem sikerült. Oké, igen, szóval Frankon bebörtönöztek minket. Ki az a Mrs. Stokes? Jó, kiszabadulós szoba, az is menni fog. De hát itt nincs semmi! Hát itt nincs semmi ebben a házban! Jó, gyere, megütöm a babát. Jobban kezdem olyan somáson érezni magam, hát elakadok a játék elején. Ereszki. Aha, van itt egy ilyen nőcinkű. Szóval hiába ügyeskedek. Nem találok ki innen. Honnan szerezek Jimmy Bart? Mi az a Jimmy Bar? Itt van Jimmy Bar! Oké. Okay. Szóval egy darab ilyen metál izé kéne, és akkor jók lennénk. De honnan találok egy olyat? Egyetlen egy kell. Egyetlen egy darabra van már csak szükségem.
Hát én nem azért mondom, de most használjam el egy ilyen lockpick-izére, hát ha. Jó, hát nem tudom. Hát nincs itt mit kinyitni, gyerekek, vele. Hát nincs meg a Jimmy bárra való anyag. Aha, igen, ez nem van zárva. Oké. Okay. Ott a Jimmy bár. Oké. Na, és akkor azt mondja, hogy... Ez az, ennyi. Vége, kim vagyok. A francba, a rohadt életbe. Na, ez az, szabadság. Kijöttünk, és akkor itt emberek vannak az utcán. Úgy néz ki, hogy... Velünk nem foglalkoznak. Miért követtek? Menjetek innen! Hagyjatok békén! Elmentem. Ez az. Oké, szóval ez az a terület, ahol a kitaszítottak élnek. Gyanítom. Szóval kidobtak minket ide meghalni. Akik drogoznak, azok élhetnek a szép vidéken. Mi pedig itt senyvedünk. Oké, ide bejövök. Oda kell figyelnem rá, hogy tudjak enni, inni, úgyhogy lehet, hogy ki kell zabálnom másokat a vagyonokból. Oda át tudnék menni. Szia! Oké. Okay. Tök őrült ez is. Ne zavarjon, hogy én itt elvettem tőle dolgokat. Na, akkor úgy néz ki, hogy rendben van a karakterünk, egy kicsit álmosak vagyunk, de az belefér, azt hiszem. Opa. Igen, és hány ingerünk is van, mert rohadt almát ettünk. Na nézzük akkor, mi a feladat? Oké, várjunk csak, akkor gyere! Bocsi! Meg is éksz! Oké, akkor téged is! Bocsi! Rossz helyen volt, rossz időben, így észrevetted a turpisságot. Szerintem rendben leszünk, szerintem így elvettem tőletek mindent, amit lehetett, úgyhogy akkor így jó is. Hát én tovább állok. Oké, el kell érnem ezt a dolgot, ezt a George Holmot, jó? Oké, ezt akkor adom. Oké, bocsánat. Na. Aha, hello, itt boldogan sétálgat az ember, oda akarunk mi átjutni. Ezeket kell megszerezni, igen, egy ilyen kulcskártyát és egy energiacellát kell szereznünk ahhoz, hogy átjussunk. Na, oké. Tökre nem fogja jelölni a térkép, de... Aha, szóval itt is van valami híd, amit nem biztos, hogy el tudunk szállni. De azért megnézzük, hogy mi van itt. Elvégre oda vezet minket a térkép, hogy elcsórjuk az a kulcskártyát. Oké, szóval azt mondja, hogy egy pipe valve kell ahhoz, hogy ezt így berakjam ide. Mert különben nem fog történni semmi, és akkor nem tudok átmenni a hídon, nem tudom megszerezni a kulcskártyát. Ez zárva van, ki tudom nyitni, megtanultam, hogy kell. Jó, és akkor azt mondja, hogy nézzük be. Jaj, nem! Jaj, de miért van az én, mert... De hát ti is őrültek vagytok! Jó van, gyere te szemét! Gyere! Miért? Mi van? Bocsi, ez már késő, ezt korábban kellett volna eldönteni. Mit ne? Ne, most meg beköpsz! Jaj, sokan vannak. Elkopnak. Oké, elrejtjük a hullát. Megeszoldva, mint a mi sem történt volna. Ha nem látjátok, akkor nem is történt meg. Akkor ide. Oké, úgy. Annyira nem király. Na de lényeg az, hogy akkor most már kinyithatom az ajtót. Van ott egy pite. Oké, azt megeszem, azt tökre megeszem. De akkor magunkba túrjuk a pitét. Akkor ételünk már van, némileg. Oké, és felhetünk egy csomó dolgot, viszont ettől nem vagyunk előrébb. Nagyon érdekesen kombinálják ezt a városi életet a túléléssel. Ez fura! A látványvilág mondjuk nem utolsó. Mi van, ezt leborítom? Oké, honnan lesz nekem ilyen clever trap túlizém? Gyanítom, hogy itt van valami megoldás ezen a területen. Itt van clever trap tool! És le is tudom gyártani, csak egy állomás kell hozzá. Jó, oké. És hogyha van ilyen állomás, az rajta van vajon a térképen?
Honnan találok ilyen állomást, amivel le tudom gyártani a Clever Trap Toolt? Zongora a... Ne viccelj. Na várjunk csak akkor! Wow. Nem történt semmi. Itt nem laknak emberek? Vagy így nem érdekli őket. Oké. Közelítünk valamerre. Itt lesz Mechanical Station? Uraim. Hello. Sziasztok. Kapcsoljon be a tévét nektek? Nem biztos, hogy érdekemben áll. Nem jó van. Jaj, oké. Elmentem! Jaj! Ne bántsatok! Ne! Mi történt? Probléma van? Az felém sétál? Lehet, hogy nem. Oké, ez az. Jó. Hát akkor ez így ennyi volt. Lehet, hogy éjszaka így, hogyha nem kapják meg a tévéjüket, akkor megőrülnek. Üdv uram! Ön normális? Na, szóval itt vagyunk a tévénél, és akkor azt mondja, hogy lehet, hogy... Igen, megint kijöttek. Akkor valahogy adni kéne a... Ez az, bekapcsoltam a tévét. Adunk energiát a tévének, senki ne aggódjon. Na mi van, mi vagyunk ilyen ellenségesek? Jaj, ez most hogy? Jaj! Oké, akkor így lemegyek. Mi történt? Agresszív banda. Tudjátok, ki fogja visszakapcsolni a tévéteket? Na. Ugyanannyi jogom van itt élni, mint nektek. Miért? Hát engem ide helyeztek, engem ide vezényeltek. Most így utálnak? Most így mindenki utál engem? Mert megöltem egy nőt. Csak ezért? Hagyjál békén. Menjetek már ide! Hagyjatok már békén! Na, ott van az érdekesség. Na, oké, szóval azt mondja, hogy... itt van Johnny Bolton, szia! Te hülye vagy! De a babákkal beszélsz! Lehet, hogy kihagyom ezt az embert. Szóval mindig nem tudok átmenni a hídon, ott tartunk. Semmim nincs, ami ide kell. Na jó, van, kénytelen vagyok azt hiszem betörni abba a házba. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogyha betörök. Ja, oké, most vagyunk jó helyen. Jaj! Bocsánat! Jaj, nem! Direkt volt. Jó van. Lehet, hogy akkor el kell... Oké, gyertek ide a gázba, gyerekek. Hogy jól meghaltok. Ja, hát ez így ennyi volt. Akkor ez így könnyen ment. Na nézzük, mit loptam. Szerintem semmi hasznosat. Ez a tévés hely. Nincs nekem valami fegyverem egyébként, amit itt tudnék használni, mivel szét... Ja, de van egy fotóm. Oké. Gyertek, gyerekek, akkor most megmutatom nektek. Illetve nem ez a cél, de hogyha velem szórakoztuk, egy maflást kaphattuk. Oké, a tévé az nem működik. Még mindig a tévénél vagyunk. Gyűlik a tömeg. Te akartad? Na gyertek! Hányan vagytok? Elég sokan! Jaj! Bekerítenek? Jaj! Oké, akkor így. Jaj! Oké. Át kéne beszélni. Jó van, gyere! Na, mi van kettő egyszerre? Lehet, hogy megölök több embert. Na, mi van? Gyere! Told ide az arcod. Miért van mindegyik ötöknél bot? Ez milyen dolog? Ti eleve arra készítettek, hogy bántani fogtok embereket. Ez a ti hibátok, hogy ez történt. Rohadtul a ti hibátok. Agresszívan oldottátok meg a helyzetet. Szia! Már láttam, hogy nyúltál érte. Nem kérdeztenünk, de muszáj, a helyzet belekényszerít minket. Na várjunk csak. Most jól érezzük magunkat, de ugyanúgy pocsék a környezetünk körülöttük. Azt hittem, megfog változni a világ. Ahogy a múltkor.
Hát is, hogy megyek ilyen peckesen, király. De hát be vagyok drogozva. Jó van. Az a baj, hogy az utamba álltok, gyerekek, hát itt nem tudom átnézni azt a házat rendesen. Lehet, hogy álmos vagyok. Oké, gyere néni. Nem szabad ennyi. Jaj, vége van. Jó, akkor lehet, hogy ennyi volt. Nos, tehát akkor ennyi lett volna a VIP Few. Hangsúlyozom, hogy egy Early Access játékról van szó, és közel másfél órát töltöttem benne. Csak úgy, hogy nem igazán mondhatom, hogy nagyon megismertem. Tényleg csak arra volt jó, hogy egy ilyen első benyomást szerezek róla. De azt kell mondjam, hogy annyira nem volt pozitív ez az élmény. Nézzük csak, mit kaptunk. Volt egy Open World Survivor játékunk, ami küldetés alapú, és van benne egy főszál. Na most a főszálról tudjuk, hogy igazából az átvezető animációkon és megrendezett jeleneteken kívül, az első 3 percen kívül, most még az Early Access szokán nem tettek többet, de egyébként nagyon jót fog tenni a játéknak, hogyha az így mind belekerül, mert szerintem ez a legerősebb része. Ami gyenge benne, az szerintem az, hogy az open world élményt keverik a Survivorrel, és ránk kerültetik a küldetéseket közben. Így olyan érzésem van, hogy a Survivor az csak ilyen Survivor elemeket hoz a játékba, de nem igazi Survivor élményt hoz, és nem hozza azt a Survivor hangulatot, amiért szeretjük a Survivor játékokat. Úgyhogy szerintem ebben nem erős a játék, sokkal jobban örültem volna inkább, hogyha egy témában mélyed el nagyon. Az open worldségében az nem tetszik, például, hogy a város az ilyen bődületesen szimmetrikus és csúnya, szóval nekem sokkal jobban tetszett volna egy ilyen korrektebb pályadizájn a játéknak, de ez még bővülhet, és igazából nem jártam be a komolyabb területeket, ahol az igazi játék játszódik, úgyhogy ezen még javított a dolog, de igazából mondom, az első benyomás a legfontosabb talán, úgyhogy nekem így ez jött le róla eddig, ez alapján, hogy az Open World és a Survivor része alapján. A küldetés alapú részétől még nagyon sokat várok, viszont az megint nem tetszett, hogy a mellékküldetések és az ilyen apró küldetések, amik tovább visznek minket a főszálhoz, azok olyanná sikerültek, hogy igazából nem tudtam őket megoldani, mert nem mondom, hogy baj, hogy túl bonyolultak, vagy hogy nem egyszerűek, de nagyon egymásba épülnek, és nagyon a Survivor részére épülnek a játéknak, ami azért gond, mert nem tudtam megcsinálni őket így egy húzamra. Szóval nem olyan, mint a Falloutban vagy a Skyrimben, hogy akkor felveszek egy küldetést, tudom, hogy megcsinálom és készüljök vele, hanem olyan, hogy felveszek egy küldetést, ami el akar engem vinni máshova, de akkor ott van még valami akadály, amit megint meg kell oldani egy másik küldetés formájában, de ahhoz le kell craftolni valamit, és meg kell találni valamit, ami fogalmam sincs, hogy hol van. Úgyhogy nekem ez egész egy kicsit olyan volt, hogy nagyon elengedte az ember kezét a játéke miatt, így annyira nem jött át ez az egész dolog, legalábbis így nekem nem nyert el a tetszésemet emiatt így első látásra a dolog, és az NPC-k is egy kicsit butáskák voltak benne, szóval így elkezdtek üldözni, aztán megálltak és visszafordultak, szóval tök könnyen lehetett őket rázni, és abszolút nem volt meg benne az a király paranoiás érzés, amire számítottam, legalábbis így az első területén a játéknak ez így nem volt meg. Nos, tehát akkor egy ilyen rövid betekintés után én ennyit tudtam volna elmondani a játékról, és hozott magával egy csipetnyi negatív élményt a dolog, úgyhogy azt mondom, hogy nem igazán lesz belőle több rész, de hogyha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló gameplayeket látni tőlem, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek, illetve követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon, ne felejtsétek el értékelni a videó tetszés szerint, és hogyha többet szeretnétek megtudni a csatornáról és rólam, akkor látogassatok el a gamingdumping.hu-ra. Na, sziasztok!